Tokaji világörökségi szakmai napot tartottak Bodrog keresztúron, ahol többek között szó volt a következő évek fejlesztéseiről, a világörökségi értékek mindennapokra gyakorolt hatásáról és a még kiaknázatlan lehetőségekről is. 2007-ben a szerencse tervezett szalmatüzelésű erőmű ellen léptek fel a mai társaság tagjai sikeresen, az akkori összefogás már a nemzeti programmá vált. A programot szervező Borbidék Tokaj-hegyalja társaság fő célja, hogy élhető és jövőképet kínáló térségé váljon Tokaj-hegyalja. A mai nap tematikája a jövő. A jövő építése, a fiataljaink, hogyan látják ők, látják egyáltalán, hogy hogy élnek, hol élnek, és milyen értékekkel gazdálkodunk közösen együtt. Mi szeretnénk őket bevonni ebbe. Jól értjük azt, hogy milyen vidéken élünk. Tehát tudjuk azt, hogy ugye a tokaji történelmi borvidék kapta meg a világörökségi címet ugye a kultúrtáj kategóriában, de mi borászok sem mondtuk soha azt, hogy csak szőlőből és borból lehet itt megélni. Azt hangsúlyozzuk, hogy üdvözlendő minden olyan fejlesztés, beruházás, amely értéket teremt és illeszkedik a világörökségi és természeti értékekhez, de ezeket az értékeket ápolnunk kell, gondoznunk kell és fejleszteni kell, ezt hangsúlyozom. A társaság példákat is szeretne állítani a közösség elé, ezért is alapították meg a Takács András díjat, a névadó szellemiségének mentén felhívják a figyelmet a borvidék minden szereplőjében az együttgondolkodás és a borvidék között céljait elősegítő közös munkára. Tavaly elsőként az önkormányzati szférában Rák József hercegúti polgármester munkásságát ismérték el. Idén két építész kapta megosztva a díjat. Kovács Ágnes munkáit jól ismerhetik a sárospatakiak, elég ha csak a református kollégiumra vagy a Makovec térre gondolunk, ahogy fogalmazott, sok tervező megfordul hegyalján, de szerinte a helyben élők érzik át igazán, hogy milyen a tájba illő építészete a térségnek. Ő 2002-ben költözött a borvidékre. Most hegyalján nagyon sokan messziről, például a fővárosból jönnek építész-tervezők ide dolgozni, és akik egyik héten az Emplénben, másik héten meg Zalában terveznek házakat. Én azt látom hitelesebbnek, amikor valaki az építészeti ambíciója mellett egy kicsit szerényebben és alázattal megismerve a helyi hagyományokat, következetesebben egy helyre dolgozik. A szintén elismerésben részesült Salamin Ferenc azt mondja, a hegyaljai karakterek életben tartása valamennyi itt élő és alkotó ember feladata. A civil társadalomnak egy része, mondhatnánk a krémje vagy a vezetői, vagy akik gondolkodnak, azok felismerték ennek az építészeti területnek a fontosságát, és felismerték azt, hogy a helyi karakter az mennyire fontos. Ahogy a tokaji bort tokaji karakterrel, tokaji jellegzetességgel lehet csak gyártani, itt nem lehet Sauvignont csinálni Tokaj hegyalján, ugyanúgy idegen építészeti gesztusokat, építészeti stílusokat se szabad Tokaj hegyaljára behozni, mert itt olyan értékek vannak, amelyekre nyugodtan lehet alapozni egy modern, de egyben hagyománytisztelő hegyaljai, Tokaj hegyaljai építészetet. A díjazott építészek azt is elmondták, számukra minden régi elhanyagolt épület felújítása értékmentés, az újak kialakítása pedig lehetőség hegyalja település képének világörökségi szellemiségben történő formálására.